a délután fővédnöke Bőjte Csaba atya lesz. Három órától színpadi műsorokkal várnak mindenkit a Dabasi Dobos Ovisok közreműködésével, valamint bábjátékkal, zenés előadással és környezettudatos gyermekfoglalkozással. Délután 4 órakor a Városháza épületében koncertet ad és kiállítást szervez a 10 éves Muzsák alapfokú művészetoktatási intézmény. 17.30-tól a Nem adom fel együttes műsorát láthatják a kilátogatók. 18 órától pedig bőjtett Csaba atya intézi szavait a közösséghez. Fontos, hogy tudjuk, hogy igenis, a mi életünkbe is. A mi Urunk Jézus Krisztus szeretne bevonulni a szeretet parancsával, a jóság, az írgalom parancsával. Minden egyes áldott nap, virágvasárnapja, testvéreim. Nincs olyan nap, ami nem lenne jó Jézusnak arra, hogy mi elkezdjük fel a párbeszédet, hogy befogadjuk az életünkbe, hogy hallgassunk rá. Igen, Őt a mennyei atya azért küldte a földre, hogy tanítson meg bennünket a szeretet parancsára, a bízalom parancsára, arra, hogy, hogy, egymásnak testvérei vagyunk. Milyen más lenne a világ testvéreim, hogyha tényleg komolyan vennénk Krisztus tanítását. Hinnünk kell a szeretet világformáló erejébe, és hiszem, hogy ez mindenütt működik. Odahaza nálad, nálunk, Erdélyben, határon túl, mindenütt működik. Jézus Krisztus nem bovlitárul nekünk, nem ilyen lengyel piac, vagy valami hasonló. Tényleg, ez ki lehet próbálni. Ugye, 2300 gyereket nevelünk 65 helyiségbe, és bizony sok baj van, sok gond van, de én azt látom, hogy amelyik nevelő, szeretettel, jósággal le tud hajolni egy bajba lévő gyerekhez, olyan szépen, olyan hamar meg tud az változni. És tényleg elindul, szépen halad tanulmányaival. Olyan nagy élmény, amikor az embernek a zsebébe megszólal egy telefons, felhívja valaki, és azt mondja, esvér, két perce megvan a diplomám, kijöttem az utolsó vizsgáról, Kolozsváron, én közgazdász vagyok, köszönöm. És tudom, hogy az, az a, gyerek valamikor egy pásztornak, egy részeges pásztornak a fia volt, aki meghalt, az anyja is meghalt, és az a gyermek elindult, és csak azért, mert öntözgettük, mert rámosolyogtunk, mert bíztattuk, meg bátorítottuk, eljut odáig, hogy az élete egyenesbe és célba jut. Rossz idő esetén az Obó Arénában szervezik meg a jótékonysági eseményt. Adományaikat már délután 14 órától várják a segítő szervezetek a Szent István téren. A csomagokban lehet ruhanemű játék, tartós élelmiszer, tanszer, íróeszközök. A pénzadományokat pedig a gyűjtőpontokon felállított urnákban helyezhetik el. Várnak tehát mindenkit sok szeretettel november 24-én.